Természetesen a Szovjetunió sem maradt le, bár az elmúlt 60 évben erről nem igen lehetett beszélgetni. Itt a szovjet speciális csoportot látjuk Németországban, aki a kocsinak dől, majd a következőképpen látjuk, hogy Kerim Kerimov, most már sajnos meghalt, altábornagyi rangban. Ő volt a Szovjet Állami Bizottságnak az elnöke. Kérném a következő képet. Itt volt alkalmam vele találkozni. Ő volt az az ember, akiknek az űrhajósok start előtt jelentettek Bajkonurban, de annyira titkos személyiség volt, hogy a kamera őt soha nem mutatta. Sem a nevét nem mondhatták meg. Tehát egy ilyen jópofa felvételeket végignézve, például a Farkas Bercéknek a jelentéstétel, és őket mindig lehet látni, de mondjuk Kerim Kerimovot sosem. Hát ő mesélte el, hogy a rakéta irány, tehát a rádió irányítási rendszernek, tehát ő a rádiós szakember volt, annak idején Németországban, és a Messina rádiómérő rendszereket szedte össze, tehát őnek ez volt a feladata. Hát szerencsém volt, hogy sikerült vele találkoznom, és hát ilyen dolgokat megtudtunk. Tehát a Szovjetunió is kivette a részét a német haditechnikából, annyi különbséggel, hogy ők viszont jutalomüdülésre vitték el a több száz német szakembert, és talán úgy lehet összehasonlítani, hogy míg az Egyesült Államokba a vezetők mentek, az igazi nagy tudósok, a Szovjetunióba pedig a technikusok, tehát mondjuk a másodvonal garnitúrái. Ugyanis a Szovjetunióban volt egy zseniális tervező, következőképet kérem, Szergej Pavlovics Koroljov, akit haláláig szintén csak főkonstruktőrként ismert a világ, a nevét ugye teljes titokban tartották, sőt az ő személyét is. Az ő zsenialitása és a német szakembereknek, mondom ebből a jutalom üdülésből, ami 9-10 évig tartott az 1950-es évek közepén, amikor már nem volt rájuk szükség, akkor visszaengedték őket az NDK-ba természetesen. Koroljovék viszont megalkották a világ első interkontinentális ballisztikus rakétáját. És lehet, hogy most videó jön. Ja nem, még akkor nézzük meg. Tehát nem csalás, nem ámítás, jól látjuk a ciril betűket, 47. október 18-a, ez volt a szovjet V2-es Kapusztyin járva, Frissiben, egy emlékmű keretében emlékeztek meg hát erről a nagyszerű dologról. Tehát a világ két felén elindultak a rakétakísérletek, mint ahogy említettem, az Egyesült Államokban picit háttérben másodlagosan, a Szovjetunióban viszont nagyon frontálisan, nagyon előtérbe helyezve. Miért volt erre szükség? Hát azért, mert az Egyesült Államoké volt a légifölény, és az elkövetkezendő háborúban a rakétákkal lehetett egyedül elérni az Egyesült Államok területét. És amikor megjelentek a szovjet nukleáris fegyverek, tehát az atom- és hidrogénbombák, az akkori rakéták az R7-essel, az élén már alkalmasak voltak arra, hogy az amerikai városok, az amerikai emberek, az amerikai terület egy elkövetkezendő háborúban, ellentétben az első és második világháborúban most már nem marad érintetlen. Kérném a következőképpen. Ez egy titkos felvétel, azért ilyen elmosódott, az R7-es rakéta első indítása. A rakétának erről a festéséről, erről a négyzet, sötét négyzet, fehér négyzet, amivel az orrkúp alatt van, erről lehet látni, hogy kísérleti indításról van szó. Abból lehet látni a fénykép felvételek alapján, hogy a rakéta forgása meghaladja a tervezetet, avagy normális repülési pályán megy. Itt láthatjuk Koroljovot, és hát ez a szakállas úr nem más, mint Kurcsatov, a szovjet atomprogramnak a vezetője. Tehát nagyon jól látszott, hogy az 50-es évek végén a Szovjetunió igenis komolyan foglalkozott avval, hogy a rakétáit atombombákkal terhelje meg műholdak helyett. Kérném a következő képet. És amikor a Sputnik ugye elindult a világűrbe, ez egy ritka felvétel, itt lát, mindig gömb alakban láttuk ugye eddig a Sputnikot a képen, itt látható szétszedve, egy 80 kilós akkumulátor és egy kis rádióadó van benne, semmi egyéb. Ezzel a Sputnikkal, pontosabban azzal a híres bip-bip jelzéssel
döbbentették rá Amerikát arra, hogy a Szovjetuniónak most már olyan rakétája van, amivel adott esetben ellen tudja súlyozni a hatalmas amerikai légifölényt. Kérném a következő képet. Egy pár érdekes kép, most egy pihentetőül, hogy nézzük meg a német rakétaindítás néhány kellékét, és nézzük meg, hogy hogy történik ma. Ezen a szállítóeszközön viszi ki a V2-est a starter, és van egy ilyen páncélautó, amiben egy ilyen megfigyelők, mint ma, ilyen mentő szerkezet, hogyha valakit ki kell hozni a kigyulladó rakéta körzetéből, meg hát a startot itt lehet a legjobban megfigyelni, egész közel, kb. 500 méterre lehet ebben menni a rakétához. Persze a V2 még kisebb volt, tehát nyilván közelebb. Nézzük meg, ez a páncélkocsi hogy néz ki ma. Ez még itt a kép, itt van a megfigyelő éppen mielőtt lecsukná a tornyot, és majd utána a kémlelő nyíláson néz ki. Kérném a következő képet, és az amerikai űrhajósoknak a kiképzésre már meg kell tanulniuk ennek az M10-es páncélosnak a, M113-as páncélosnak a vezetését, mert ez áll rendelkezésükre, hogyha az űrrepülőgépnél olyan baleset történik a start helyen, amikor az űrhajósok élete veszélybe kerül. Kérném a következő képet. Ugye egy kis dízelmozdony vontatja ki az indító helyre a V2-es rakétát. Nézzük meg, hogy csinálják a Szovjetunióban. Következő kép. Hát egy nagyobb dízelmozdonyal, de maga a technika az ugyanaz. És érdekes módon az amerikaiakkal ellentétben a szovjet rakéta szállítás és a felállítás az mindig viszintesen történik, tehát a szerelőcsarnokban viszintesen történik a szerelés, és a start helyen állítják föl. Az amerikaiaknál pedig függőlegesen van mindig ez a szerelés, és állítva viszi ki a start helyre. Mind a kettőnek megvan az előnye és a hátránya. Mindenesetre ehhez nagyobb technikai felkészültség kell, mert itt azért nem 5-6 kg-os, hanem jó pár 10 tonnás szerkezeteknek a fölemeléséről van szó. Kérném a következő képet, és azt hiszem ez most a videó lesz, ha minden igaz. Nézzük meg egy rövid bejátszást, ugye a Sputnik, a jól ismert bip-bip hangjával. Aztán Gagarin, mint az első ember ugye a világűrben, megérkezik a start helyre, és elindul a Vostok rakéta. A Sputnik után 4 évvel, első ember a világűrben, meg is jött a hang is hozzá. Az amerikaiak lemaradva, ez 61. május 5-én Alan Shepard, és majd Kennedy elnök bejelenti, hogy az évtized végéig embert küldünk a Holdra, és biztonságba visszahozzuk a Földre. Megismétlem majd a végén a eredeti hangot élvezzük. John Glenn, 62. február 20-án. Glenn egyébként rekorder a űrhajózás történetében, ugyanis 37 évvel az első repülése után ismét eljutott a világ, az földi egységeknek külön légijereje van. Hát vegyesen mindegyikből, tehát 7 pilótát állítottak. 7 pilótából állították össze az első csoportot, sajnos ma már csak 2 élnek közülük, Glenn és Carpenter, a többiek már meghaltak. Kérném a következő képet. Ritka felvétel az első szovjet csoportról, nem teljes a csoport, ez egyébként 61 májusában Szocsiban készült egy üdülőhelyen. A rangjelzéséből Gagarinnak látszik, hogy már túl van az űrrepülésen, mert ilyenkor ugye az volt a divat, hogy 2 fokozattal ugye előbb léptetik az űrhajóst, tehát ebből látszik, hogy nem 61 április előtt, hanem után készült ez a felvétel. És az első szovjet űrhajós csoport tagjait ábrázolja az orvossal és ejtőernyős szakoktatóval, aki egyébként abban az időben világbajnok volt az ejtőernyős sport területén.
persze, hogy ő az űrhajósoknak az ejtenyős kiképzője, arról ugye hallgat a fáma, és arról is hallgatott a fáma, de erről még ma nagyon sok szó lesz, hogy miért kellett a szovjet űrhajósoknak ejtőernyős edzéseken is részt venni. Kérném a következő képet. És akkor nézzük meg a szovjet űrhajósoknak a tréningjét, tehát hogy készültek fel ők az űrrepülésre. Hát ma már nagyon furcsa ilyen képeket látni, de azért nézzük meg, mert a történelmi szempontból rendkívül hasznos, egy kis gimnasztika. Egyébként Titovot látjuk a képen, aki a második szovjet űrhajós volt, sajnos már ő sem él. Az úgynevezett Hilov-hinta, ami ugye több tengelyében tud elmozogni az űrhajós. A futószőnyegről meg az jut eszembe, hogy most Sunita Williams, aki az előző állandó legénységnek, pontosabban személyzetnek volt tagja a nemzetközi űrállomáson, az a Boston maratont az űrállomáson is lefutotta elég tisztességes idő alatt. Most nehéz elképzelni, hogy lehet az űrállomáson a súlytalanság állapotában futni, de nagyon egyszerűen, mert gumikötéllel le van rögzítve az űrhajós, tehát pont ugyanolyan terhelés alatt van, mint hogyha a Földön lenne. Hát igen, ez egy nagyon egyensúlyi kísérlet, hát ember, illetve űrhajós legyen a talpán, aki itt megáll, de hát aki el akar jutni a világűrbe, akkor ezeknek a feltételeknek meg kell, hogy feleljen. Tehát ezek még csak az enyhébb dolgok. Most jönnek a nehezebbek, mint a centrifuga, a hőkamra és egyéb ilyen nyalánkságok. A centrifugával érik el, hát az, hogy nem kimossák az űrhajóst, vagy pontosabban a vizet kifacsarják belőle, hanem felkészítik arra, hogy milyen terhelés fogja őt érni. Ugyanis a Vostok űrhajónak majd meglátjuk a gömb alakú leszálló kabinja, az egyszerűen egy ballisztikus pályán, mint a golyó, szószoros értelme, mint a golyó jön le a földre, tehát iszonyú 8G-s, 8-9 esetenként 10G-s túlterhelés éri az űrhajóst. És erre csak komoly centrifugában lehet felkészíteni. Hát amellett aztán még ugye a forgásra is fel kell készíteni, és ez a gömb alakú Vostok kabin nem volt stabilizálva, mint a mai űrrepülőgépek, vagy a Szojuz űrhajónál, ugye nem volt stabilizálva, gyakorlatilag pörögve, forogva, és mint a golyó jött le a légkörbe. Hát mindezekre a veszélyekre fel kellett készíteni az űrhajósokat, és hát a nagy cél mindenképpen az, hogy megelőzni az Egyesült Államokat, az akkori szocialista rendszer fölényét be kellett bizonyítani az imperialista Amerikával szemben. És ez mi más lehetne, mint hogy szovjet ember jut elsőként a világűrbe. Hát ez egy szép katapult üléses próba. Későbbiekben szintén nagy lesz a jelentősége, bár annak idején ezt egyfajta mentő eszközként próbálták bemutatni, de mint később kiderült, azért nem erről volt szó. Ezek már eléggé komoly a testet, a fizikumot igénybe vevő dolgok, akkor egy MiG-15-ösből egy katapultálás, azért ez sem egy nagyon kellemes dolog, tehát itt azért már nagyon rostálódnak a jelöltek.
Viszont az a katapultülés, amit itt már kipróbálnak, az már a Vostok űrhajónak a katapultülése, tehát nagyon jól lehetett látni, hogy ezt már élesben az űrrepülés előtt is többször kipróbálták. A végén marad a kellemes fürdőzés, és megérkezik a kereső mentőszolgálat, aztán ugye kihalásszák a leérkező űrhajós. Természetesen a Vostok űrhajók szárazföldi leszállásra voltak kiképezve. Köszönjük. Földünk kétharmadát ugye víz borítja, az Egyesült Államok pedig azért hozta le vízre az űrhajóit, mert haditengerészete révén szinte ott van az egész földön, nem okozott különösebb nehézséget, hogy a űrhajóját kihozza. És akkor nézzük meg a Vostok űrhajót, ugye beszéltem arról, itt van a gömb alakú kabin, ebben van benne az űrhajós, szkafanderben foglal helyet, a műszaki egysége, ami tartalmazza ugye a különféle tartályokat, fúvókát, fékezőhajtóművet. Nagyon jó szerkezet volt, gyakorlatilag minden repülésén eredményesen vizsgázott. Az emberek előtt kutyákkal próbálták ki, és 60 augusztusában az első két kutya már életben is maradt a visszatérés után. Természetesen erről nem sokat tudott a világ, ezek a felvételek jóval később kerültek napvilágra. A propaganda fámája szerint mindenki azt várta, hogy amerikai ember kerül először a világűrbe, jut el először a világűrbe. Kérném a következő képet. Láthatjuk a Vostok űrhajónak a filmesek részére elkészített védőburkolatba ágyazott Vostok űrhajót, még rá is írták, hogy ne lehessen eltéveszteni, de ez csak egy maketta az annak idején készített filmeseknek. A védőburkolat egyébként azért kell, hogy amikor a rakéta áthalad a sűrű légkörön, és ugye kijut a világűrbe, addig az űrhajót meg kell óvni a csullódás által keletkezett nagy hőmérséklettől. Kérném a következő képet. És hogy milyen volt a titkózás, ez a Magyarországon is megjelent Utazás a világűrbe című könyv, írta Yuri Gagarin, és itt látjuk megadva az időt, tartól a Vostok 1, hát ez egy közepes hatósugarú, hatótávolságú szovjet katonai rakétának az indítása a Vostokról, gyakorlatilag a 60-as években megjelent könyvekből sosem lehetett látni egyetlen igazi felvételt sem. Kérném a következő képet. Na, itt van az igazi Vostok. Ha minden igaz, akkor ez a Vostok 1-nek a start felkészítése Bajkon úrban. Kérném a következő képet. És Gagarin a buszban, ugye busszal viszik ki őket a starthelyre, mint ahogy a filmben láttuk. És most kezdődnek az igazi bonyodalmak, ugyanis látjuk, hogy Gagarin nem egyedül van a buszban, hanem itt van egy másik űrhajósnak, vagy valakinek ott a vállát lehet látni. Itt is áll egy űrhajós, de az arca az elmosódott, mondjuk, hogy ki van satírozva. Nézzük meg a következő képet. Ott már annyira se vették a fáradtságot, tehát mindenkit eltüntettek Gagarin mögül a buszban. És hát ez azért fölkelti az ember kíváncsiságát, hogy hát ez miért van, miért volt ez a, mire volt erre szükség, miért volt erre szükség. Kérjük a következőképpen. És 86 áprilisában jelent meg ez a felvétel, és itt már láthatjuk, hogy két, sőt több űrhajós is van, tehát arcol föl lehet őket ismerni. Felhívom szíves figyelmüket, hogy akinek ki volt satírozva az arca, hogy Grigori Nyeljubov, nem kell megjegyezni a nevét, de a története az rendkívül érdekes. Ő volt a szovjet űrhajós csoportnak a, hát magyar után úgy lehetne mondani, hogy a fene gyereke. Ő akart mindenben a legjobb lenni, mindenben a legelső, az összes felkészítési folyamatban, a sportterén, mindenben. Tehát egy jó nagy adag önbizalommal, vagy inkább mondjuk azt egoizmussal volt megáldva. És hát ennek következtében, hát nem akarom azt mondani, hogy beképzelt, mert hát az nem egészen jó szó, de talán ez áll a legközelebb hozzá. Na most ennek következtében a űrhajósok egy kicsit többet engedtek meg maguknak úgy általában, mint amennyi a közönséges halandóknak szokás volt.
és az egyik kimaradásuk alkalmával egy szovjet katonai járőr igazoltatta volna őket, és hát ő egy kicsit nyersebb hangon küldte el a fenébe az őt igazoltatni akaró járőrt, mire hát az ugye begorombult és jelentést tett a parancsnokságon, és nyelvi volt, csodák csodájára kirúgták az űrhajós csapatból. Próbálták elsimítani a dolgot, hogy bocsánatkéréssel, de hát erre sem volt hajlandó, ezért próbáltam mondani ezt a beképzeltségi dolgot. Ettől kezdve egyre gyakrabban nézte meg a pohár fenekét, persze előzőleg meg volt töltve a pohár, és hát azért üresen nézte meg a fenekét, és 66-ban egy vasúti állomáson, állítólag részegen, a jegyzőként tanúsága szerint részegen a vonat alá esett, és hát így halt meg. Na most Grigorij Nyájbov ezért nem lehetett a szovjet-szocialista öntudatos dolgozó polgárnak a mintaképe, ezért őt el kellett tüntetni. Na most egy csomó Gagarin kép ennek áldozatul esett, mert ahol Nyájbov szerepelt Gagarinnal együtt, vagy bárki mással együtt, akkor ott azt könyörtelenül lehúzták. Ezért nem volt az előbb a buszban senki sem Gagarin mögött. Kérném a következő képet. A legszembetűnőbb felvételek egyike, majd most figyeljék meg. Tehát a Vosztok csoport kiválasztott űrhajósai még 61-ben, itt van Nyájbov, és a következőképpen a cenzor eltüntette, tehát nincs rajta, de a kezét itt felejtette Tito vállán, és ezt a nyugatiak nagyon hamar felfedezte. Persze, és itt van a keze a felé. Hát kicsit rossz minőségű a felvétel, de könyvből, tehát ahol a reprózva van, azért ezt lehet látni. A keze rajta maradt, és hát a nyugatiak ezt egyből kiszúrták, és hát hangos derültség volt éveken keresztül, nyugaton, keleten, komolysá. Nem, az a nyelvbóvé. Tehát így, ahogy fogja a vállát, és itt a keze rajta maradt. Kérem a következőképpen. Ebben még nem értek véget azért a furcsaságok, és hát megszületett Nemere Istvánnak is ez a őrültsége, ugye, hogy járt-e Gagarin a világűrben, vagy sem. Ugyanis ezekről az ellentmondásokból nem a valóságot hámozta ki, hanem az, hogy ez mind azért történt meg, mert Gagarin nem járt a világűrben. Hát nézzük meg, hogy milyen ellentmondások vannak még. Ugye Gagarinról a mosolygós kép, képes levelezőlapon megjelent, semmi lényeges, Sisakján nem láttunk semmit, kérném a következő képet, itt öltöztetik Gagarin, Sisakján még mindig nincs semmi, következő képet, és utána megjelenik az SSSR felirat, de ez egy filmből van fotózva. Ebből semmi más nem következik, mint hogy a filmet vagy a start előtt csinálták, vagy utána csinálták, tehát gyakorlatilag két film van összevágva, semmi egyébet nem mutatott a dolog, legfőbb egy kis hanyag munkavégzést, ettől Gagarin természetesen még repülhetett. Kérném a következő képet, itt már az űrhajóban látjuk, 61. április 12-én, kérném a következő képet, és akkor egy nagyon érdekes kép, ezt ajánlom, aki érdekel az űrhajózás, ezt le lehet tölteni a net, ez a Sven Grán nevű svéd rádiósnak a képe. Itt a Vostok pályája van felrajzolva, és a hozzátartozó időkkel, össze lehet hasonlítani az újságokban megjelent dolgokat, tehát mikor Gagarin, mikor Dél-Amerika fölött járt, akkor a forradalmi lázban égő népeknek egy béke üzenetet küldött. Most, ahogy látjuk a képen, hát olyan jó 5000 kilométerrel volt Dél-Amerikától, nemhogy fölötte repült volna. De hát annak idén a Népszabadságban, vagy a Népszavában ez nem okozott senkinek sem gondot. De hát egyefene ezzel nem is kell fennakadni. Ez a két vörös pont azonban már sokkal érdekesebb, és ez is csak jóval később derült ki, mint a 61-es valóság. Itt kellett volna bekapcsolni a fékező hajtóműveket, és amikor a fékező hajtómű elfogyasztotta a hajtóanyagot, akkor leválasztják a gömbről, mert csak a gömb van kiképezve, hogy az emberrel együtt visszatérjen a földre. Ez a fékező hajtómű, ez elég a légkörben. Csak hogy egy-két pilopatron nem működött, és ez rajta maradt, és ráadásul, mivel
kettő működött, kettő nem, ezért lifegett ez a műszaki egység a gömbnek a végén. Na most ez a legrosszabb, mert a légkörben, hogy kezd elégni, a leváló darabok beszakítják a kabin. És az volt a szerencséje, hogy egy 5 perc elteltével valahogy olyan szerencsésen érte a légáramlat, hogy végül letépte ezt a műszaki egységet, és Gagarin sikeresen földet ért. Kérném a következőképpen. És akkor nézzük meg ezt a rajzot, mert ez is nagyon fontos a Vostok program történetében. Tehát jön lefelé a golyó, és mivel ballisztikus a leszállása, ezért meglehetősen nagy a földetérési sebesség, ezért nem kockáztatták meg, hogy űrhajóssal együtt érjen földet, ezért kb. 7 kilométeres magasságban katapultált. Tehát azok a repülőgépes felkészítések, meg a katapultülés, amit láttunk az előbb, az pont ezt szolgálta, hogy hozzászoktassák őket. Ezért gondolják el, hogy 7 kilométer magasan ott még azért óriási sebességgel jön lefelé az űrhajó, és pont abban a pillanatban kell a fedelet lerobbantani, amikor ebben a pozícióban van, mert minden más egyébnél saját testi épségét veszélyezteti az űrhajós. Aztán külön leszáll a kabin, és külön az űrhajós is szépen ejtelnyővel földet ér. Kérném a következő képet, és ez egy jól ismert kép, ugye mindig ezt mondják a Vostok 1, Gagarin után földön van, mindenkit lehet látni a képen, csak Gagarint nem. Miért nincs Gagarin a képen? Hát azért, amikor ugye katapultál, akkor nyilván nem az űrhajó mellett 2 méterrel fog földet érni, hanem esetleg több kilométerrel odébb. Ez természetes dolog. És akkor azt hiszem, most jön a táblázat. És akkor most egy saját egyéni kutatást nézzünk meg. A táblázatban, igen, az oszlopot kicsit széthúzva, a Vostok programnak az adatait láthatjuk, pirossal Gagariné, mégpedig azért, mert ha megnézzük a rendelkezésre álló repülési adatokat, akkor tisztán látszik, hogy a Gagarin által megadott, Gagarinnak megadott 108 perc, amit ugye már mindenki fejből tud, ugye, hogy Gagarin 108 perc a világűrben, azért az nem teljesen pontos. Tehát ha megnézzük előtte a kutyás kísérleteket, meg utána a Titovéknak, meg a Nikolajeveknek, stb. A leszállását, akkor rögtön látjuk, hogy ha 9 percet számolunk a startra, és mondjuk 20 percet a leszállásra, 88 perc alatt kerüli meg ugye a Földet, akkor ez kb. Egy olyan 115-117 perc. Miért van az eltérés? Hát a katapultálás miatt. És ebből aztán egy világbotrány lett. Mégpedig miért? A Nemzetközi Repülőszövetségnek, amelyik pontosan ezeket a rekordokat tartja nyilván, magassági, távolsági, sebességi világcsúcsokat, amiket repülőgépekkel érnek el, Gagarin repülése után meg kellett állapítani ezeket a világcsúcsokat. El is ismerték a magasságit, a sebességit, meg mindent, és a végén kiderült, már amennyire kiderült persze, mert végsősoron nem derült ki, hogy Gagarin nem az űrhajóval ért földet, de ezt akkor nem hozták nyilvánosságra. Miért nem hozták nyilvánosságra? Mert ennek az említett Nemzetközi Repülőszövetségnek van egy olyan szabálya is, sok más mellett, hogy ugyanavval az eszközzel kell földet érni, mint amivel fölment. Na most mivel ő katapultált, ezért Gagarin űrrepülése gyakorlatilag nem volt űrrepülésnek tekinthető, annak ellenére, hogy hát megtörtént, tehát ezt ugye senki nem tagadhatja le, de mint világcsúcsot nem ismerik el. Na most, hogy Alan Shepard 2 hét múlva elindult a világűrbe, ő ugyanavval az űrhajóval tért vissza, tehát ő lett volna akkor a Föld első űrhajósa. Ezért a szovjetek mindent megtettek annak érdekében, hogy a leszállás körülményei el legyenek mismásolva. A könyvtárakban előveszik a régi újságokat, de akár a könyveket is. Olyan szépen le van írva, hogy az űrhajó földet ér, Gagarin földet ér, Anna Taktarova fut felé a mezőn, jaj, de örülök, Gagarin elvtárs, hogy visszajött a világűrbe, gyönyörű, minden le van írva, csak az nem, hogy hogy ér földet. Hogy megoldják a problémát, aztán 63-ban megkötötték a nyugatiakkal, hát olyan 2 éves vita után módosították a szabályokat, és ma már nem érvényes ez a szabály. Utána évekkel később aztán be is ismerték, hogy az összes Vostok repülésnél katapultáltak, de a repülési időt
azt csak a katapultálásig számoljuk. Tehát a 108 perc az addig a pillanatig érvényes, ameddig Gagarin az űrhajóban volt. Utána még egy jó 7 perc kellett neki Titov megadott adatához képest, mert ugye más adat nem áll rendelkezésre, az összehasonlítva. Tehát így jön ki az a 115 perc, amennyi a tényleges földetérésig van. Hát gondolom, ezzel újat és érdekeset mondtam, mert erről eddig nem nagyon beszéltünk. Kérném a következő képet. És akkor jön a Fa2-es tökéletesített változata, ami azért annyira nem lett tökéletes, hogy földkörüli pályára tudta volna eljutatni a Merkúri űrhajót, csak egy ballisztikus pályára, mint amire ugye a nemrég Mike Melville, az első ugye magánűrhajós, magánűrepülőgéppel a Spaceship One-nal megcsinálta ezt a pályát. Ugyanezt a magasságot, illetve tenni azért magasabbra ment fel a Merkúri űrhajó, de nem érhette el a földkörüli pályát. Ha 10 emberből megkérdeznénk, hogy ki volt az első amerikai űrhajós, akkor ugye 8 rávágja, hogy John Glenn, ami szintén nem igaz, hanem kép tanulsága szerint Alan Shepard. És John Fitzgerald Kennedy, akkori amerikai elnök, úgyis adta át neki a emlékplakettet, az érmét, hogy a First American Astronaut, tehát az első amerikai űrhajós. Kérném a következő képet. De akkor ki és mi volt ugye John Glenn az Atlas rakétával? Az Atlas rakéta az már alkalmas volt arra, hogy a 1,8 tonnás Merkúri űrhajót ki tudja vinni földkörüli pályára. Glenn volt az első amerikai, aki megkerülte a Földet. Egyébként ennek nagyon esetleg vehetik úgy, hogy lovagolok a szavakon, azért nem teljesen így van. A pszichológusok, az orvos pszichológusok már az űrhajózás kezdetén eldöntötték, hogy valahogy meg kell édesíteni azt a keserű pirulát, ami akkor vár az emberre, hogy lenyelje, amikor kiderül, hogy nem ő repül. Ugyanis ugye Gagarint kijelölték, mint első számú személyzetet, jó, még egy tagú, de hát később ugye többen repültek, tartalék a Titov. Az amerikaiaknál ugye kijelölték az első repülést a Shepardot, tartaléka volt a Glenn. Na most, hogy viseli el az űrhajós azt, hogy ő ugyanúgy fölkészül, ugyanazokat a gyakorlatot megcse esetenként még jobban is, mint az első számú, és mégsem ő repül. Na most ez súlyos konfliktushoz vezet, és ezt a pszichológusok nagyon korán fölismerték, hogy kísérletek során természetesen, emberen végzett kísérletek során, hogy sokkal jobb az, jobb eredmény születik akkor, ha előre megmondják, hogy te fogsz repülni, és te vagy a tartalék, és nem akkor mondják meg, amikor 2 nap van hátra a startig. Ugyanis, mi következik egyikből meg a másikban? Abban a pillanatban, hogy eldől a dolog, akkor a másik az lelkileg összeomlik. Ha megfelelően fel van készítve, akkor 1-2 nap alatt 1-2 liter vodka vagy 1-2 liter viszki után akkor azért megbékél, és utána ugyanolyan lelkesedéssel készül föl, de nem fogja akadályozni az első számú személyzetet. Ha viszont nem mondták meg a két személyzetnek, hogy melyikünk fog repülni, akkor óhatatlanul kialakult egy versengés. És ez nem megengedhető, mert ott az életükről van szó. Gyakorlatilag ez egyszer nem jöhet szóba ez a versengés. Inkább így azt mondják, hogy 2 napig vedd el, ezt valahogy túléled a dolgot, utána is megint rendes ember leszel, de előre megmondjuk. De azért, hogy ne legyen még ilyen keserű a pirula, mindig azt mondták a tartaléknak, hogy a következő repülésben viszont te leszel az első számú személyzet. És ez egy hatásos dolog volt, és ma is az űrrepülés így épül fel, egy ilyen űrvetésforgó alapján, hogy aki tartalék, az a következő repülésnél, mint első számú személyzet jön szóba. És így lényegében megoldják ezt a dolgot, hogy nem esnek egymás torkának. Kérném a következő képen. Hát itt van John Glenn, küldött nekem egy dedikált képet, mert ugye hát egy űrgyűjtő azért nem hagyhatja ki, hogy a legjelesebb űrhajósoktól beszerezze az autogramokat, természetesen van a űrrepülőgépes képlés, de hát ez most ugye nem tartozik ide. Kérném a következő képen. Ezt már láttuk.
A Vostok programban következtek még akkor páros repülések, Nikolajev és Popovics, majd Bikovszki repült volna egy másik szovjet űrhajóssal, ezt állítsuk még meg jó, mert majd mindjárt lesz a szó, és utána jött az első női űrrepülés, aminek gyakorlatilag hát Koroljov, mármint tett főkonstruktor, nem nagyon örült, nem szívesen dolgozott együtt a hölgyekkel, mert hát túl sok baj volt velük már az elején. Úgyhogy képzeljék el, hogy az első szovjet női űrhajós csoportnál például kikötötték, hogy nem mehetnek férhez, nem szülhetnek gyereket, ha űrhajósok akarnak lenni. Aztán az egyikük ezt egy éven belül megszegte, úgy hívták őt, hogy Zsana Jorkina, és hát szerény eredményeim közé tartozik, hogy Zsana Jorkina a 90-es években itt élt Magyarországon, Budapesten, és sikerült megtalálnom, úgyhogy nagyon boldog voltam, hogy tudtam vele találkozni. A szovjet űrhajósoknál egyébként is az a, hát én úgy mondom, hogy rosszokás, hogy akik repülnek, azok megkaptak mindent. Annak idején nagyon sok kiváltságot kaptak, nem csak a villany számlákban, gázában, hanem havi 100 liter benzin kaptak, meg nagyon sok kiváltságot, de a tartalékok azok semmit. Tehát mindaddig, ameddig nem repültek, addig azok nagyon háttérben voltak szorítva. Tehát lement a Vostok program, gyakorlatilag sikeresen, az amerikai Mercury program is párhuzamosan véget ért. A Szovjetunió mind a repülési időben, mind a pályára jutatott tömegben vezetett az Egyesült Államok előtt 1963-ig, és én szerintem itt volt az űrhajózás hőskorának a vége, mert aki ma, ha megnézi ezeket az űrhajókat, fényképen persze, és bábukkal, illusztrálva a benne lévő helyet, hát elszörnyűködik, hogy roppant kicsi hely volt ezekben. Szóval tényleg bátorság volt beleülni. Az amerikai Mercury űrhajóban az űrhajós szkafanderén például a könyök részeken tükör volt, ugyanis annyi hely nem volt, hogy a fejét hátrafordítani, hogy leolvassa a műszerek állását, és tükörből kellett megnéznie, mert abszolút nagyon kicsi, nem is tudom mihez hasonlítani, hogy milyen kis hely volt benne. Hát, hogy kiérezni jó magát, azt nem tudom. Ha viszont Budapesten járnak, megcsinálták most a Szojuz űrhajónak a leszálló egységének a másolatát, egy az egyes méretarányba, és bele lehet szállni. Tehát bele lehet ülni, közlekedési múzeumban van kiállítva, most volt az 50 éves megnyitón a dolog. Kamerával még fényképet is lehet volna csinálni, amit mindenki hazavihet. A bátrabbak még egy szkafandert is felpróbálhatnak, és szintén avval beülhetnek. Nincsen be minden műszer utánzat természetesen a Szojuszba, de azért jól lehet látni, hogy még egy mai űrhajóban is milyen kevés hely van, hát még az akkoriakban. Hát 63-ban ugye mondjuk így a hősi korszak véget ért, de hát azért ezt csak úgy mondtam, hogy véget ért, hogy egy korszak inkább lezárult, folytatódott tovább, ugyanis mint ahogy Kennedy elnök meghirdette, hogy az évtized végéig embert küldünk a Holdra, hát ez keleten is ugyanolyan elsőrendű fontossággal bírt. Eddig minden menetet a Szovjetunió nyert meg, első Sputnik, első élőlény, első ember, első nő a világűrben, és most a képen a Voszhod űrhajónak a startját látjuk, az első többszemélyes űrhajó, csak kérem elindítani a filmet, és az első űrséta. Miért volt szükség az űrsétára? Hát a Holdon ugye egyhatott gravitáció, ez csak egy ilyen alapzaj, tehát majd azon túl leszünk egyre. Örülök, hogy a Voszhodról lehetett így egy képet látni, aztán Leonovnak az űrsétája. Gyakorlatilag az oroszok semmilyen tapasztalatot nem adtak át az Egyesült Államoknak, és ameddig nem volt meg ez az információcsere, addig az amerikaiak például az első űrsétát úgy tervezték, hogy az űrhajós csak kidugja a kezeit kidugja az űrhajóból. A második űrsétánál derékig kiemelkedik, tehát egy ilyen félig álló ülő helyzetben van, és csak a harmadik űrsétánál jött volna ki az űrhajóból. Aztán a Leonov űrsétája után ezt törölték a programnak ezt a részét, és Edward White mindjárt kijött az űrhajóból együtt. Kérném a következő képet, most már ezt végignéztük.
Az amerikai Hold programhoz, ugye hát ma nem fogok róla beszélni, nehezen tudom magam visszatartani, de szóval az a lényeg, hogy a holdutazás minőségileg teljesen mást jelentett, mint az eddigi űrhajózás, és a hozzávezető két út, ugyanis a Holdra kétféleképpen lehet elmenni, vagy építünk egy akkora nagy böhöm rakétát, ami áll mondjuk 5 fokozatból, és a végén az 5. fokozat ugye közvetlenül leszáll a Holdra. Hogy ennek a felépítése milyen nehézséggel jár elő, majd az Apollo programban majd nyilván lesz szó. Ez volt egyébként a NOVA elnevezésű program, ami aztán nem valósult meg, a Saturn lett helyette. Vagy van a másik, amikor kisebb rakétát építünk, de a Holdra szálló egység és az anyaűrhajó, vagy amik visszatér a Földre, az egy külön-külön független űrhajó, viszont ezeket össze kell kapcsolni. Na most azért a 60-as években a számítás technika még azért nem volt olyan magas szinten, mint most. Az Apollo űrhajókban lévő számítógépnek a kapacitása, hát azt mondjam, hogy egy 386-osét sem ért el, akkor azért már nagyot mondok, pedig így igaz. Na most az amerikaiak ezt az utat választották, tehát ezt az összekapcsolásos módszert, ehhez viszont az űrrendezvút meg kellett tanítani az űrhajósoknak, gyakorolni kellett, és ezért a Mercury és az Apollo program közé beiktatták a Gemini programot. Gemini nagyon szellemes elnevezés, ugye mit jelent magyarul a Gemini, latin kifejezés, iker, tehát két űrhajósról van szó. A Gemini űrhajó egyébként fazonra, és kérném a következőképpen, láthatjuk is, hogy lényegében a Mercury űrhajónak egy megnövelt változata. Az a sok műszer meg telep, ami eddig benne volt az űrhajóban, azt most kitették egy külön egységbe, ez a fehér részben, ejtőernyő rész, űrrendezvú rész, és akkor így helye lett a második űrhajósnak is, tehát ketten repülhettek. A Gemini programban kipróbálták az űrrendezvút, tehát ez volt az egyik dolog, kipróbálták a 7 napos, majd a 14 napos repülést, mind a kettő pontosan elegendő a holdutazáshoz, tehát megnézték, hogy a leendő holdutazásban résztvevő ember ezt fogja elbírni, ugye, vagy nem, mert a holdig ugye 3 nap az út, 3 vissza, és attól függ, mennyit töltök el a holdon, tehát 1 héttől 2 hétig terjedő időszak. És ezeket az űrhajósok 1965 és 66-ban, tehát az amerikai űrhajósok ezt élesben, a világűrben gyakorolhatták a Gemini program keretében. Kérném a következőképpen. Itt láthatjuk a Gemini űrhajót, pályára lendítő Titán 2-es rakétát. Azt hiszem mondanom sem kell, hogy ez is katonai rakéta volt, a Titán 2, 60-as évek elején ez képezte az Egyesült Államok hadászati rakéterőinek fő vezér alakját, ha szabad ezt mondanom, és ahogy elavulnak ezek a rakéták, úgy adták át a NASA-nak polgári szolgálatra, és akkor vagy műholdakat, vagy pedig űrhajókat bocsájtottak fel vele. Kérném a következőképpen. Edward White, ugye a világűrbét, jól látható a fényképezőgép és a rakéta pisztolya, amivel ugye egy hideggázzal, mint a szódás üvegből, ha kifújjuk ugye a széndioxidot, akkor a mozgását tudta az űrben befolyásolni. Nagyon jól érezte magát, úgyhogy úgy kellett becibálni, beparancsolni az űrbe 20 perc után, mert nem akart visszatérni. Kérném a következőképpen, még látványosabb felvétel. Hát ezek a képek ragadtak meg engem annak idején, amikor elkezdtem gyűjtögetni és foglalkozni ezzel a dologgal. Hát szóval így látni a világűrt, a Földet, a gyönyörű Földet, az egyszer leírhatatlan. Ez ragadott meg, és ezért kezdtem foglalkozni a dologgal. Elnézést, a szubjektivitás, én nem tudtam kihagyni ezt a képet. Kérném a következő felvételt. Itt látjuk a Gemini űrhajónak az egyiknek az órát. Az ablakból nézi a pilóta, itt a másik űrhajó hátulnézetből. És itt az űrrendezvút gyakorolják, természetesen nincs rajta még összekapcsoló berendezés, tehát a két Geminit nem lehetett összekapcsolni, csak az volt a lényeg, hogy olyan pontos legyen a manőverezés, azt próbálják ki, hogy a földről indított űrhajót mikor kell elindítani, hogy a másikkal végre tudja hajtani a találkozást. Ez ki lehet számítani, ma is például a nemzetközi űrállomáshoz is ezért adott időben lehet csak indítani az űrrepülőgépet,
vagy a Szajúz űrhajót, és olyan nincs, hogy most fél órát halasztok, mert akkor soha az életben nem fogja elérni az űrállomást. Az égi mechanika, ne menjünk most bele, kérném a következő képet. Aztán rájöttek az amerikaiak arra, hogy a megközelítést azt nagyon jól csinálják az űrhajósaik, de ennél több kell, ezért az Atlasz rakéta tetére rátettek egy Agena elnevezésű másik rakétát, és ennek az Agena rakétának az egyik felét kialakították egy ilyen kvázi összekapcsoló egységgel. Kérném a következő képet, amit majd itt jól is láthatunk. Itt láthatunk, ebbe a kis kúpos alakú részbe a Gemini űrhajó orrával betalált, tehát összekapcsolták ebben a rakétafokozattal, 180 fokos fordulat után begyújtva az Agena hajtóműveit, olyan 1100 kilométeres, akkor rekordmagasságnak számító magasságba emelték föl az űrhajót. Tehát ebben már lejátszották a későbbi Apollo Holdcomb, tehát az Apollo CSM és az elemnek a összekapcsolását. Aztán ebből baj is lett, ugye Neil Armstrong arról híres, hogy ő az első ember, aki odalépett, de ő már sokkal korábban is híres lett, ugyanis 66-ban, 1966 márciusában ő kapta azt a feladatot elsőként, hogy egy ilyen űrrandevút végrehajtson. Meg is történt, sikeresen összekapcsolódtak a célrakétával. Egy rövid zárat következtében azonban az Agenánál lévő kormányhajtómű egyszerűen bekapcsolt, és ezáltal egy rendkívül gyors, tehát egy percenkénti 4 vagy 5 fordulatos, rendkívül gyors forgásba kezdett a szerelvény. Na most mondjuk én rögtön elhánytam volna magam, ezért nem lettem volna űrhajós. Ez még a kisebbik baj, hanem az a baj, hogy ilyenkor elfogy a hajtóanyag. Na most, ha elfogy a hajtóanyag, akkor nem marad a fékezésre, nem tudunk visszatérni, tehát ezért azonnali kényszerleszállást kell végrehajtani, de azt is csak úgy, hogyha előbb mindenképpen stabilizálom az űrhajót, tehát sem bukdácsolva, sem egyéb módszere nem lehet leszállni a Gemininek mindig a fenekével, a hővédő burkolattal, a hővédő pajzsal ellátott fenekével kell belépni a légkörbe, hogy nehogy elégjen. De aztán nagyon bravúros teljesítménnyel Armstrongnak sikerült a másik fúvókát, tehát az ellentétes fúvókák bekapcsolásával ezt a forgást megállítani, és utána azonnal leválasztva az űrhajót valahol Japán közelében, a csendes óceánon hajtottak végre kényszerleszállást. Kérném a következő képen. Arról majd látunk képet. Aztán volt, amikor ez a védőburkolat, ami rejtette ezt az összekapcsolást, nem vált le, tehát szintén egy ilyen műszaki hiba következtében ez a kúp csak az egyik fele hajlott ki, de nem vált le. Erre mondta valamikor űrhajós Tom Stafford, hogy haragos aligátor, hát tényleg úgy néz ki, mint egy kroki a világűrben. Hát ilyenkor csak úgy nézegetni lehetett. Voltak tervek annak idején, hogy kiszáll az egyik űrhajós, azt elkezdik kalapálgatni, hogy lejön a burkolat, de mivel nem tudták eldönteni, hogy mi miatt nem várt le a burkolat, akkor a rakéta, az a kis rakéta, az pont akkor robbant volna föl, amikor az űrhajós ott kalapálgat, ezt a kockázatot nem vállalták, úgyhogy lemondtak az összekapcsolásra. Kérném a következőképpen. Aztán ugye ejtőernyővel megkezdődik a leereszkedés. Következőképpen. És akkor könnyű búvárok megjelennek, na itt látjuk Armstrongot, és akkor jöhet a viszki, a szivar, meg a lányok, úgyhogy. Tehát Armstrong volt az első, aki kényszerleszállást hajtott végre a világűrből, úgyhogy ezért is híres. Arról már nem beszélek, mert szintén az Apollo program lesz szó, hogy a Holdcombnak a földi repülő példánya, tehát amivel itt gyakorolnak az űrhajósok, Armstrong abból is lezuhant, és abból is katapultált, és azt is simán túlélte, úgyhogy megérdemelte, hogy ő lett az első ember a Holdon. Hát ez volt a Gemini program, ami az Apollo programon keresztül elvitt aztán a Holdig, és nézzük akkor a Keletit, mert ugye megígértem az Apollóról nem beszélek, arról ugye lesz előadás. Nézzük a szovjet programot, ez azért egy picit talán érdekesebb és izgalmasabb. Az amikről mindent tudunk, a szovjetről kevesebbet. Na itt láthatjuk azt a legendás N1-es óriás rakétát, a Bajkonur is tart helyen. Ez méretben körülbelül ugyanakkora, mint a Szaturn 5, talán egy picivel magasabb. Tehát ebben szándékoztak a
az oroszok eljutni a Holdra. A műszaki különbség azonban döntőnek bizonyult, ugyanis ennek a rakétának nem kevesebb, mint 30 hajtóműve van az első fokozatban, és nincs az a 60-as évekbeli vezérlőrendszer, ami ezzel megbirkózott volna. Beletettek persze a biztonsági rendszert, hogyha ebből a 30-ból valamelyik hajtómű leáll, és hát sajnos ilyen előfordult, hogy leáll, akkor a vele szemben lévő párját az automatika kapcsolja ki, ezáltal nem fog ugye eldőlni a rakéta, megmarad a stabilitása, és talán a tolóerő is elég ahhoz, hogy pályára jusson. Sajnos azonban a 4 startból, kérném a következő képet, és nézzük meg egy ilyen N1-es startot, a 4 startból egyetlen egy sem sikerült, és mindig a kritikus első fokozatnál történt a hiba. A egyes hajtóműek leállásakor olyan vibráció, a rezgés lépett fel, ami általában hoztenger mellett eltörte a rakétát, és a kiömlő hajtóanyag azonnali robbanást okozott. Ami a leglényegesebb, hogy 69. július 3-án, tehát alig 2 héttel az Apollo 11 indulása előtt volt egy N1-es indítás, és a rakéta körülbelül 100 méter magasságban robbant fel, 100-150 méter magasságban robbant fel, olyan pusztítást okozva, hogy a 160 méteres acéltornyot, tehát az indított tornyot, ami ilyen sínen mozog, az egyszerűen leemelte a sínről, ledöntötte, és egy hatalmas pusztítást végzett a visszazuhanó a roncs az indítóálláson, és ezt a Bajkonurt fényképező időjárás megfigyelő műhold a Nimbus 3 megörökítette. Tehát a világ nyugati fele ekkor szerzett tudomást erről, hogy a Szovjetunió igenis kísérletezik óriás rakétával, igenis kísérletezik a Hold embernek történő elérésével, annak ellenére, hogy ők mindig azt mondták, hogy az automatákat részesítjük előnybe, lásd Luna 9 és a Luna sorozat egyéb tagjait. Azt hiszem, most egy videó jön, és akkor nézzünk meg egy, nem ez a videó jön, az biztos. Nézzünk meg egy olyan videót, ami elkerülte az akkori cenzornak a figyelmét, ugyanis, meg tudja állítani egy picit? Tehát elkerült a cenzor, a filmnek az a címe, hogy az N1-L3 komplexum építése. És mivel a szovjet iparnak egy gigantikus teljesítményét mutatja be, böhöm nagy gépek, hatalmas árokásástól kezdve a beton, nem is tudom hány száz tonnáig, a hatalmas, tehát ez a hatalmas építkezésről szóló dolog, tehát amint a vízi erőmű, tehát valami ahhoz lehet hasonlítani. És ez valószínűleg megtévesztette a cenzort, mert a film egyébként biztos, hogy nem láthat volna a napvilágot. Most ebben egy rövid pár perces részletet mutatok be. Ezek az hiteles felvételek az N1-es rakétának a starthelyen való és az emelkedéséről. Hogy a film nem mutatja végig, hogy a rakéta felrobban, hát az korai szovjet filmekben ugye egy tankkal eljutottak Berlinig, hát miért pont akkor a rakéta robbant volna föl? Viszont a Mishinnek, a főtervezőnek az arcáról azért majd le lehet olvasni, hogy a kísérlet nem volt sikeres. Oké, nem bejátszani ezt a filmet. Nem beszélek közben, orosz a szöveg, de itt a képek önmagukért beszélnek. A filmeként bemutatja a teljes építését a starthelynek, itt meg már csak a rakéta indítását és a közvetlen előkészületeket látjuk, itt a gázterelő akna. Mert itt látjuk az építkezésnek azért bizonyos fázisait, hogy micsoda hatalmas dologról volt szó.
Persze a tábornokok 5 percenként mentek cseszegetni az építőket, hogy gyerünk hajtani, csinálni, nehogy lemaradjunk. Mert tábornok az mindig van dögivel. Ez óriási felvétel, a hajtóműk begyújtásáról, és a három oldalról elvezetett hangogó. Nekem egyébként mindig a rakéta indítás volt a leglátványosabb a folyamatból. Az űrhajósok szerint meg mindig a leszállás, amikor már biztos talaj van ugye a fenekünk alatt. Hát kinek-kinek ízlése szerint. Lehet, hogyha én is mennék, másképp gondolnám. Tehát itt látható, hogy dupla vasúti sínen jön a szerelvény, és viszintesen egy hozza ki a rakét, tehát a 30 hajtómű is jól látható, legalábbis másodpercig jól látható volt. Tehát dupla vasúti sínen, akkora monstrumról van szó. Itt egy másik indítás. Természetesen, aki csak a filmet látja, az meg van győződve, hogy mind nagyon sikeres és nagyon jó. Az egyik rakéta az 107 másodpercnél, tehát már másodpercek hiányoztak a kritikus első fokozat leváláshoz, egyébként az a negyedik volt, amelyik akkor felrobbant. És hát mondom, egyik sem érte túl az indítást. Emberek egyiken sem voltak, tehát csak a holdi űrhajónak bizonyos szerkezeti elemeit próbálták ki, próbálták volna ki, mind a négy alkalommal ember nélkül. Itt már hősi énekek is vannak, de ez sem segített az N1-en. És a festéséről ítélve ez volt a negyedik példány. Ismét tábornokok dögivel, de hát ők sem tudták sikerre vinni az N1-es indításokat. Én a mai napig azt mondom, hogy nagy kár. Annak is nagy kár, hogy a Szovjetunió szétesett a 90-es évek elején. Ez ugyanis jelentősen lelassította az űrhajózás fejlődését. Most azt mondjuk ugye, hogy 2030-ra fog az első ember a Marsra lépni. Állítólag már megszületett az az ember, aki majd a Marsra lép. Na, itt látható a főkonstruktőr. Hát az arcáról mondom, leolvasható, hogy nem éppen egy sikeres repülésről van szó. Mishin akadémikus, róla majd látunk megint egy rövid videóbejátszást, ugyanis sikerült egy nagyon rövid részletet a szovjet holdkompnak a földi gyakorlásáról egy pár másodperces képet beszerezni. Itt pedig már a N1-es rakéta darabok, az kép, én sajnos nem tudom pontosan, hogy hol, mert egy darabkát én is elhoztam volna. Egy forgatócsoport megtalálta a többmázsás darabokat az egyik N1-es rakétából, tehát viszonylag nagy darabok hullottak le. Végeláthatatlan mennyiségű anyag. Jó, hát ez talán erről, azt hiszem ennyi, már itt mindjárt vége van, ugye, ha jól látom. Jó. Ez az egy kép, amit ígértem az Apollo programról, ugyanis elkövetkezett az 1967-es esztendő. Erre az évre ígérte mind a két ország az új holdűrhajónak a bemutatását, az amelyek ugye az Apollót, a Szovjetunió pedig a Szojuszt. Ugyanis a hiedelem ellentétben a Szojusz az gyakorlatilag a holdutazásra készült, az lett volna a holdi anyaűrhajó, tehát megfelel az Apollo CSM-nek. Itt az Apollo egy személyzetét láthatjuk, aki egy földi próbán életét vesztette, többet nem akarok róla beszélni, mert mondom, a program során ismét van. Most 67-ben nem csak amerikai katasztrófa történt, hanem szovjet is. A Szojusz egy próbájánál Vladimir Komarov ejtőernyő hiba miatt 7 kilométeres magasságból lezuhant, és ami még tetézte a bajt, hogy a Szojusz űrhajó alján a hővédő lemez
az egy bizonyos magasságban leválik, ugyanis az alján vannak kis szilárd töltetű fékező rakéták. Ezek akkor gyújtanak be, hogy amikor a talaj fölött körülbelül 1 méter, 80 centi 1 méterre van az űrhajó, hogy a földettérés nagyon puha legyen. Aki látott már Szajuz leszállást, az látja, hogy egy baromi nagy porfelhő csap föl, az nem azért van, mert nem söprik a talajgát és nagy a por, mert tényleg nem söprik, hanem azért van, hogy akkor gyújtják be ezeket a rakétákat. Farkas Berceknél ez nem működött, úgyhogy ők jó oda csapódtak a földhöz. Na most ez a Szajusz 35 kabinja, ezt még akkor csináltam a képet, amikor még a Hadtörténeti Múzeumban volt kiállítva. Ebben a tartályban van a főernyő, itt a fedél még rajta van, itt pedig a tartalékernyő. A főernyő azon 1000 négyzetméter, a tartalékernyő 600 négyzetméter. Ha a főernyő nem nyílik ki, vagy valami baja van, akkor kinyílik a tartalékernyő, és akkor avval is még épségben földet érhetnek az űrhajósok. Hát akkor miért nem nyitotta ki Komarova tartalékernyőt? Ugyanis az a probléma, hogy a főernyő nyitásakor még nem volt rajta az a szerkezet, ami leválasztotta volna ezt az ejtenyőt. Tehát ma már az űrhajókon olyan van, hogyha nem nyílik ki a főernyő, akkor érzékeli egy magasságmérő ezt a dolgot, egy sebességmérő, hogy zuhan az űrhajó, akkor leválasztja, és akkor lerobbantják a tartalék ejtenyőfedelét, és kinyílik az. Akkor ez nem volt, és ezért gyakorlatilag a lapfogó, mert nem nyílt ki teljesen a főernyő, zuhan az űrhajó, beindították a tartalékernyőt, és az meg rácsavarodott. Tehát Komarovon már semmi nem segített, 7 kilométerről lezuhant, és a benne maradt hajtóanyag még ráadásul ki is gyulladt, úgyhogy ennyi maradt a Szajuszból. És a következő képen látjuk, hogy ilyen ásós, lapátos emberek próbálják még a tüzeket ott még eloltogatni, de hát ne kérdezzék, hogy hol van Komarov, mert hát sajnos semmi nem marad belőle. Tehát a 67-es évek ilyen tragédiákat hoztak az űrkutatásban, ez mind a két országnak visszavetette a Hold programját. Kérném a következő képen. Hát az Apollóról ugye lesz szó. A Szovjetunió pedig egy utolsó kétségbeesett kísérletre határozta el magát. A Proton rakétára rátettek egy Szojuz űrhajót, de mivel a Protonnak a teljesítő képessége nem akkora, mint amekkora szükséges, ezért a Szojuz űrhajóból levették az orbitális kabint, tehát csak a parancsnoki egység és a műszaki egység maradt meg, és így ez a szerkezet lehetővé tette volna a Hold megkerülését. Tehát magyarul egy olyan pályára, hogyha a fejem a Hold, akkor eljött volna a Szojuz a Földtől, megkerüli a Holdat, és visszatér a Földre. Ezt ugye zond űrhajóknak hívtuk, de hát tulajdonképpen azok nem zondok voltak, nem szondák voltak, hanem Szojuz űrhajók orbitális kabin nélkül. 1968. december 6-án ott állt szkafanderbe öltözve két űrhajós, a legenda szerint Leonov volt az egyik, és Makarov a másik, és várta a központi bizottság engedélyét, hogy egy ilyen holdkerülési expedíciót végrehajtsanak. Ez az engedély azonban sosem érkezett meg, és akkor decemberben az Apollo 8 megkerülte a Holdat. Sajnálom, hogy nem beszéltek az Apollo részletesebben, és nagyon érdekes lenne megnézni, hogy az Apollo 8-at is kimerészelte elküldeni erre a Hold utazásos akcióra, ugyanis az is legalább ugyanekkora kockázatot rejtett magába, annál az egyszeroknál fogva, hogy nem vitt magával holdkompot. És hogyha az a baleset, ami az Apollo 13-nál bekövetkezett, az Apollo 8-nál következett volna be, akkor pontosan ugyanaz a James Lovell, aki a 13-nak ott a parancsnoka, most ott lenne a világűrben, mint hősi halott, de hát erről majd biztos lesz szó. Kérném a következő képet. Maradt a automatikus fényképezés, tehát a későbbiekben, a 70-es évek elején ezekkel az űrhajókkal a Földről csináltak felvételket, tehát ez nem Apollo felvétel, hanem ezekből a zond űrhajókból készült. Következő képet kérném. És amikor visszatértek ezek az űrhajók az indiai óceánról, ez például a Zond 5-nek a kihalászása az indiai óceánból. Tehát ekkor kezdték a szovjet űrhajósokat a vízreszállásra is felkészíteni a Soyuz programban. Kérném a következő képet. Az Isten bizony nem tudom mi. Ja, aha, jó, bocsánat, akkor ez valami.
Jó, már azt hiszem, itt csak kép lesz. Igen, ez még egy valami videó bejátszás. Hát nézzük meg, bár ez ha az Apollóról szól, akkor inkább hagyjuk, mi? Gondolt, utána már csak kép jön. Na, ez a lényeges kép. Na, ez volt az a Szojúz űrhajó, amit annak idején ugye mondták, mikor a Szojúz 4 meg az 5 összekapcsolódott, hogy létrejött a világ első orbitális űrállomása. Hát ez egy orbitális marhaság, ugyanis attól, hogy két űrhajót összekapcsolnak, az nem űrállomás, hanem két űrhajónak az összekapcsolása. Nagyon jól lehet látni, hogy a Szojúz űrhajónak a maitól eltérően itt van ugyan az összekapcsoló berendezése, de nincs ajtó. Tehát amikor ezt a Szojuszt összekapcsolták volna a Holdkompa, és most már ugye tudjuk, hogy ezek a Szojusz 9-ig bezárólag arra készültek, hogy a szovjet Holdkompa kapcsolódjanak össze, az űrhajósok, mivel nem volt ajtó, a világűrön keresztül szálltak volna át a Holdkompból a Szojuszba. Na most tessenek elképzelni ezt, hogy ez micsoda nehézséget okozott. Tehát amikor a Szojuz 4-5-ön ezt kipróbálták, ugye a Jeliszev és Runov átment a másik űrhajóba, vagy gyakorlatilag azt próbálták ki, hogy a Holdról visszatérő Holdkombbal az űrhajós hogy tud átmenni az űrhajóba. Hát elég kockázatos dolog volt, ami azonban a fő problémát jelentette, hogy a szovjet Holdkomb csak egy embert vitt volna le a Hold felszínére. Ez viszont azt a problémát rejtette magában, hogyha az elesik, a szkafander merevsége miatt nem tud fölállni, nincs társa, aki segítene neki, ott hal meg a Hold felszínén. Bizonyos fokig tehát ezért jobb is, hogy nem valósult meg az az egyszemélyes szovjet program. A későbbi szajúzok már természetesen már nem a holdutazást szolgálták, az űrállomásról átszállásnál pedig már most már jól lehet a filmeken is látni, hogy egy ajtó van, és akkor le lehet emelni, amikor az összekapcsolás megtörtént. Kérném a következő képet. Ezt hagyjuk ki, ezt a videót. Ezt hagyjuk ki, és akkor az videó, azt hagyjuk ki, szerintem, mert ez a videó. Igen, ez a Holdkomp. Jó, ezt ígértem, ezt nézzük tényleg csak egy pár másodperc. Itt a Mishin már ősz haja, az előbb még ugye korom fekete haja volt, most már megőszül, és itt láthatunk a szovjet Holdkomp, a csarnokba is épp mászik bele egy ember. Nagyon ritka kép, nagyon ritka felvétel egy gyakorlás során, és akkor Leonov is jó, itt ezt meg is állíthatjuk, innen már ez nem érdekes. És akkor nézzük az utolsó képet. Ez egy maketten sikerült megrendelnem, egy a 30-as méretarányban, tehát egykor szigorúan titkos volt és keserű álom lett, szovjet űrhajós és szovjet Holdkomp a Hold felszínén a sarlókalapácsos zászlóval. Hát köszönöm a figyelmüket, ennyit szándékoztam, szerettem volna elmondani. Ha van kérdés, 5 perc elejéig még belefér, ha van kérdés. 3 perc, igen, mert sajnos meg a busz, tessenek parancsolni, ha van kérdés. Hát elnézést, hogy elhúzódott, de hát erről nagyon sokat lehet beszélni, és talán tudom. Nincs kérdés? Hát.